Sziasztok, itt Uwe Zoltán, folytatjuk a The Great East Attorney Chronicles-t. Még mielőtt belevágnék a harmadik epizódba, megcsinálom az egyik vívmányt, amit már korábban akartam volna. Csak figyeljetek, hogy kell csinálni. Ez az a pillanat, amikor meg lehet szerezni azt a vívmányt. Ez könnyű ott hagyni. Egy másfél alatt kellett várnom, míg idáig eljutottam. Igen, ez a pillanat, amikor meg kell találni a kérdésre a választ, hogy például meg akartam volna elhúzni a csengőt. Ez az a pillanat, amikor lemutattam Nikola Pavlovát. Az utolsó kérdésre a válasz, azt ott lehet kideríteni majd. Egy dolgot meg kell csinálni. Korábban is megcsináltam volna, úgyhogy mindig csak onnan figyelj. Na, itt lehet megszerezni a Pillow of Perfectionist-et. Figyeljétek! Ez volt az ágya. Megvan, jó van. Innen már ki is szállhatunk. Nem is kell menteni. Igen, megvan! Na, ez volt az, amit nem akartam szerezni korábban. Ez itt. Pillow of Perfectionist, amit második epizódban lehet megszerezni, hogyha megvizsgálom az ágyat. Ezt a harmadik epizódban lehet megszerezni, de hát mindenképpen meg tudtam volna szerezni. Mert ezt megúszni úgyse lehet. Úgyhogy ez lényegtelen. Akkor ennyit a második epizódról. Ott hagytuk abba, hogy füstölgés miatt szünetet kellett tartani. Még mindig megmaradt az életem.
És pillanat. Jó van, akkor kezdjük. Most kiderül, mi okozza a füstöt. Valaki prüttgránátot használhat, amelyet egy nincs is szokott használni, az, amit úgy is hívnak, hogy füstbomba. De van kitelt ilyet? Valatok valakit elkapni, aki meg valami megszökni. Egy 15 éves lányt találtok. Tehát ő lehet az ötödik utas. Szóval a vádlott nem hazudott. Már kérdezné erről is valamit, de sajnos nem, nincs esély. De kérdés ki ő? És mi keresett a pen? Még más gond is van. A 20 pence. Hát igen, hogyha 5 pence mindenkinek, akkor... akkor már négyen kérdett, hogy vegyed egy, de lehetséges, hogy mégis ő tudas volt. Akkor lehet, hogy az ár nem emelkedett. Hát most van kiderül, hogy mit keresett ott. Most egyelőre 2-4 az állás a nem bősítéletről, javára. Szóval az a csaj. Szóval okozta azt a zavargást. Igen, de füstgránát. Volt az, amit a katonák használnak. Azt gondolják, hogy meg akart szökni a galériából. De elkapták. Nem mondja meg a nevét. Ő majd elmagyarázza, hogy miért mondt. Szóval, hogy ennek soha miközben a gyilkosság. Azt látja, hogy alvás közben ébredt fel egy ijesztő. Felállította őt. Végül megtalálta őt. Alatta volt.
Szóval a csaj rejtőzködött. Igen, ő volt az ötödik utas. Hát nem tudja, hogy hol kezdje. Itt is megvan az esélye annak, hogy kiterveltek mindent. Hold it! A kapi még üres volt korábban. Fölülről is. Szóval ő volt az első utas. Szóval itt állt az áldozat, és itt a tettes. Ugye a vádlott. Hold it! Igen, kitartom mellett, hogy aludt. A hangja ébresztette fel, kinyitott a szemét. Igen, sikolt haltál. Gabinból hallotta. Szalvám a bak jelesett, és felállította. Hát a földön nem hagyhatjuk a hullát. De ezt nem viszi el. Mutatta volna a hullát. Így jelentette volna. De el akarta tudni a miértjét meg a hollét. És mit tart? Te mondtad, hogy nem volt más. Udas. Igen, alatta volt. Szóval alatta volt a csaj.
Talált egy jogot is. Szóval Umbridus-t meg kell vizsgálni. Most pedig... Korábban már bemutattam az Omnibus, de most fél. Most változás fog beállni. Most itt kétféle változás állt be. Ezt nézzétek meg. Ez korábban nem volt itt. Alulról még nem jelent meg ez a vér, míg amikor az első részt bemutattam. Igen, ezt még az ügyész sem nem tette. Igen, rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. De nem csak ez. Ezt nézzétek meg! Korábban látható volt, volt a cuccok, de most üres! Teljesen üres. Igen, valamit nincs. Ebben is nem tudja bizonyítani, hogy ez úgy is van. Hold it! Bizony, rejtőzköd. Szóval kihúzta a lova. És felállította. És a hulla mellé ültette. Ki akartad ejteni, hogy ki jöjj csoda? Más sikítás is halott. Felőről is alatszott, viszont a first-ot hallottam. Nem van szaladva miatta. Igen, megálltott a lovat a banyibaz. Igazol. Egy dobik hátra van. Ők ki a csaj? Neve Gina Lestrade. Egy zsebtolvaj. Biztosan ki akarta őt rabolni. Ez igaz? Cheers.
felnetek mind ugyanazok. Hát sétek egy jobb felneteket. Bazd meg! Ő is elfüstölt engem. Szóval egy profi zsettó vagy. De rózsaszínben szereti a füstöt. Igen, ismerte, hogy ő az ötödik tag. Vagy az ötödik utas. Szóval őt elfogadják tanulnak. De akkor tőle is kérnék valamást. Időpocsikolás volt. Nem látott semmit, nagyon sötét volt lent. Egy hangot hallott. Ez megijesztette. És jön, a vállalat megtalálta. És segített is. Csak az a kérdés, miért hagyta életben? Hát nem ölhette meg az áldozatot. Szóval itt ült, és a csaj pedig alatta. Rendesen kinyitjuk. Szóval ott ragad. Tudta, hogyha a rendőrség megtalálja őt, őt gyorsítják majd. És meg akarta ettől védeni. Hát persze ezzel maga állta el, de az ő maga értette kockára. Hát így nem tudják kívánítani. Egy, öt az állás. Ez a nyerésre állok. Szóval fordult el a kocka. Hát már nyerésre állunk csupán.
De... Asszakulóhogy tudta ki a lábad! De az úgyis tiltakozik. Mit akar mondani? Az igazi természete? Szóval átkutatták a rendőrök az omnibuszt. Igen, ezt is kinyomozták azt a helyet. De volt benne bizonyos cuccok. És azt már jelentették is. A bizonyítékot meghamisították. Úgyhogy bizonyára az omnibusznál történt valami. Amikor ideig küldték az omnibuszt, a lenti részén voltak dolgok. És amikor megmutatták bizonyítéknak, bizonyára már megvizsgáltam. Ő azt kérdezi, hogy mit találtam. Azt akarja, mondja meg. Hogy válaszoljak el? Hát mindenképpen egyet kéne értenem Ziggs-re, úgyhogy nem volt üres. Ezzel felhergeltem a bálottat. Milyen játékhoz játszunk? Hát most már bizonytalan abban, hogy kinek az oldalán álljon. Ez kezd érdekelni. Hát ez... Rosszabb lett volna, hogy azt mondom, hogy üres. Hát, valami tényleg nincsen benne, az egyetegére, hogy értsük. A zsűrje bízza a dolgot.
Ajaj, most egy öt. Visszament egy ötre. Hát igen, gyáva. Jaj, ne, bizony. Ez egy tri. 2-4. De ez még nem... 3-3. Most kiegyenlítődött az állás. Sajnos a nem bőséget még egyelőre a képtelenség. De még hátra van a keresztkérdés. Most az ötösre kell mennem. Hold it! Szóval mind a két keze véres volt. Tehát ezek szerint a két tanú Gorából bizonyára a lány véres kezét láthatták. Két bizonyos dolgokat tőle. Megkérdezze, hogy mire készít. Sikítás is halott. Nem nézett fel. Szóval azt kérte, hogy menjen vissza alulra, és hogy... tényleg vissza ki is. Tehát a felső omnibuszon levő tanúknak igazuk volt. Mert a véres kézzel kapcsolatban. Bizonyára a lányt hátadták, csak nem rendesen. Egy palmast! Halló? Atyán, kitisztítottam, igen. Nincs. Nem tudok felkelni. Jó, visszaadom mindjárt, hogy beszélek vele, hát úgy is fogok hívni a 10 kormányzikát, hogy jól mondom neki. Na, mindegy. Folytassuk. Hold it! Hát igen, nem egy zsettó van, nem pedig egy mészálló. Hogy fogadja az érdét?
no. Jaj, ne! Excuse me! Valami baj van? Meggyőd. Mint ahogy magában gondolt volna valami. Nem fontos. Hát szomorította, amivel anya történt. Hát bizonyára félt a sötétben. Valami különös hangot hallottál? Nem igazán. Hallottátok az, hogy a horkol. Tehát az öt pártját fogja ezzel a szóval. Tehát ketten ellene, nem hárman vannak ellene, egy valaki meg a vádlottat pártolja. Fontos. Semmi. Ez lenne a fontos. Ja igen, elfelejtettem mondani. Ez a furcsa angol szavak azért van ott, mert nem tudja a H betűt kiejteni. Igen, ear, vagy hear. Nem ejti ki a H-t. Meg a végén a G betűt. Gyögyöm. Hold it! Amivel nem volt senki. Annyit eljött csupán, hogy hallgat. Egy dolog biztos innét már. Úgyhogy a hátrabb Tadó hazudik, vagy pedig a csaj hazudik. Itt valami nem érthető. Csak így lehet folytatni tovább. Szóval nem... Szóval Ziggs is észrevette... amit én is. Hát valami bizonyára hallhatott. Mutatunk egy nevet.
És amit hallhatott, az Price fired the Mason. Take that! Igen, ő volt az első utas. A második pedig Avalo. Hát azt is kellett hallani, hogy ajtónyitás meg az ajtócsukás. Hát mivel egy kabinban, de volt nagyon közel. Az furcsa, hogy nem említette, hogy azt hallotta, hogy valaki leesett. Igen, elég hamis, amit a csaj mond. Hát a szavainak közel, de most biztosítottam az ügyésznek. Tehát biztosak abban, hogy hazudik. Nagy csaj. Most már zsűr is bizonytalan. Ő már eldöntötte, hogy bűnös azonnal. 4-2. Nem szereti a hazugokat. Ahogy ő sem. Igen, ő is utálja a hazugokat. Mert ezt megértem. 5-1. Már csak egy maradt. Az utolsó meg kell állítani, amíg tovább akarok jutni. Ne felfrissít. Most már nagyon mérges. Meg is érdemelni. Már csak meg kell őt állítani. Meg hogy a bűnösítéletét akkor szoptam. Hát ez ide kell fogod. Hold it! De az ügyvéd megáll. Megállítja a zsűrit is.
De valamit még kiderítettünk, hogy talán van még valami lehetséges válasz. Hát akkor még valami magyarázatot kéne elmondom. Szóval azt kell megválaszolnom, hogy az áldozat hogy került be a szekérbe. Van még egy bejárat. Itt van az Omnibus. Ziggs azt látja, hogy csak egy bejárat van. Csak hogy valami figyelmen kívül hagy. Valami, amit még nem vettünk figyelembe. Szóval azt kell bebizonyítanom, hogy két bejárat van. Az egyik az belülről van, a másik pedig itt. Take that! Ez a felső részé ablaküveg. Bizonyíték. Mindketten kellett, hogy halljanak valami zajt. Valami nagy esést. Talán nem is ment a kabinba. Talán lezuhant. A felső ablaküvegenél állítólag leeshetett. De szerint ez lehetetlen. Mert ha ez így lenne, akkor az utasok látták volna. És ezt senki nem említette a három tanú közül. Igen, nem mondta semmit arra, hogy leesetett. Hát ezt meg sem említették volna, hogy így lenne. Ez a szó...
Az body. Ezt is rakunk. Tankot ezzel feldühítettem. Én a lovagom, ahogy dühök! Hát ezzel megvádolom őket gyilkossággal. Hát most mi dühösek. Hát igen, ez szégyen, ez botrány. Bizony. Néha nincs itt az idő. Igen, mert... Igen, fájdalmas. Szóval bizony tényleg, hogy megváltom őket a gyilkosság azt. Ezzel azt mondtam, hogy a hámezdő tomol, hogy hazud. Ezt automátoskodásnak nevezném. Hát bizonyítékom az úgy sincs. De nem... De ki kell derítni. Javasolja, hogy tegyenek valamást. Hát ma is egyetértettek. Miért akkor? Testify! 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 Vajra! Vajjátok! Hát mi? Úgyse tennék mást. Itt van egy pillanat. Igen, ők voltak azok, akik felső részén ülték. Nem volt okuk megölni ezt az embert. Be volt zárva az a felső ablak. Ha biztos vagyok benne, hogy a vádom helyes, akkor hol a bizony? Megközben ezt elügyisek, nézd. Mert már a zsalukban sem bízik a harmas zsűri.
Jó van, jöhet az utolsó keresztkéd is. A történik volna valami, észrevették volna. Na, itt jönne létre a vívmány, úgyhogy hold it! Megint! Ő is sosem találkoztak a szánszottal. Hát ez szándékról lenne szó. De nekik nem volna szándékok. Excuse me! Valami rögtön rajta. Szóval az adóssággal... Ön tőlek egy kölcsön 20 gínért. Szóval már adott indokot a szándékra, hogy megölje az áldozatot. Szóval ő maga válaszolta azt. De Földnek is lett volna valamiféle oka. És ő kész, jó kalapos. Igen, ez az egyik alkotása. De még mindig kell csak tanítvány. És akkor szeretik a talmányt. Mint az áldozat. És ott van bizonyít majd, hogy ő is kalapos volt. Igen, az egyik kalapja. Igen, de az ő egyik fogyasztója volt. Hát biztos, hogy ez bizonyítja azt, hogy, hogy valamennyi is lehetnék mindketten őt. Nem tudták írni a felső alakot. Hold it! Azt látják, hogy nem tudták írni.
Mert próbálta a... hangosan betörni azt a... még egy... próbálta kinyitni, de nem tudta. Hogy nem lehet kinyitni. Ez vagy egy... baszki! Aj, de pont most kellett! Még egyszer! Excuse me! Van valami mondani volt, hogy te kapcsolod? Az kinyílik. A felső ablak kinyílik. Megtölti a fegyverét. Könnyedén kinyílik. Belülről nem lehet kinyitni. Szóval volt a felső résznél. Négyen vették körbe. Hát nem lehetett buszra. Szóval használta a felső ablakot. Szóval kérjük, hogy vizsgálják meg azt az omnibuszt felülről. Vigyeld? Kinyílik. Hát ez szívás számukra. Látjátok? Ez az agyom, amit tölt a kerestünk.
nézne azt a versenyokat, mik itt is kell nézni. De ezt muszáj is megtenni. Ezt figyeljétek! Őt is vér van folyva. Ezt kérdésünk, ez vér. Miért keres ott egy vér? Hát ez nem eladhat figyelme ki, az biztos. Objection! Jól vasszultak. És van bizonyíték rá, hogy felül. Omnibusznál látható. Hát ez ugye képzelni, hogy van a bizonyítékuk. Hát az lehetetlen. Szóval meg kell mutatnom, hogy hol van a zombibusznál. Kérdésre a válasz. Én pontosan itt. Take that! Vagy Gary. Na ez bassz. Hát ez emlékszínál, aki itt tanul. Aki ki volt nyitva a felső ablak. És a nyitásnál már elvézett. És így a vádot nem lehet bűnös. Hát ezzel megszívhatnák. De nem tudta volna kinyitni. Hát a földön is ott volt az a vér. Hát ez bizonyítja az esést. Vádlott nem bűnösségével már biztosak. Már ne is ráállnék ezzel.
De... Az ügyész tiltakozik. Ez a bizonyítéke nullázódó. És egy érdekes op. És az avér nem is létezett. Az omnibuszt megvizsgáltad. Hát a perkezdetéig az avér nem volt ott. Az avér hamis. Tehát az ügyész azt látja, hogy a vér hamis. Csak hogy már hátrányba került az ügyész ezzel. Mindenhogyan. De biztos, hogy van ennek hozzá köze. Mert a vádlom is hagysíthatta meg a bizonyítékot. Mert az korábban nem volt ott a peren. Semmi sem lehetetlen. Szóval ez a büntén helyszínét manipulálhattam. Vázom már igény nem fél. Mentség! Nem lé... Ez a bé... hamis. De a news nem volt végig itt? Valaki oda tehette azt a vért? És hamisították az omnibus. Hát lesz lehetséges. Hát az én dolgom lenne védeni a vállottat, de mégis. De ez, hogy van sokkal fontosabb dologról lehet itt szó. Van egy lehetséges válasz. Talán a szünet okozta az egészet. Amikor volt az a füstölgés. Amit ő Gina okozott. Talán nem is volt szándékában elfutni a vállottnak.
Mindenki meg lett zavarodva. Mindenkinek távoznia kellett. Az a tárgyalt elemből. Talán lopás történetet Omnibuson. Tehát akkor történetet mindenre. Talán vérzés is. Hát ezzel most feldőítettem a vállottat. Szerintem nem szabadna ezt csinálni. Minden eltűnt innen, amit előzőleg láthattunk. Vér van e fölött. Ez korábban még nem jelent meg. Sajnálatos módon a vágyait sajnos nem igazán lehet leigazolni. Szóval, ha hamis se vagy se, így nem tudják bizonyítani, hogy ki a tettes. Hát ez az észre hátrányba került. Nagy szokatlanság is van? I have an inkling. Akármi is az igazság, ez a franchise legbotrányosabb. Vagy ez inkább az egyik legbotrányosabb. Elárulni! A bűnöst nem védhetem, azt te is tudod. Hát nem tudja, hogy mi az igazság. És nem tudja, mit higgyen el. Még más... Még van egy jelzés is itt. Got it! Ez a jelzés itt. Ha lezolant, akkor bizony ránnánk sok vért. Amikor ezek ott volt a... Amikor első per volt, akkor még nem volt ott az a vérzés. Hát igen, ez igazat adó. Hát megvan az esély, hogy az a bizonyíték hamis. Most még jobban fel van tűnődve. A vállat most nagyon dől. Véget akarnék a pernek vetni. Micsoda harag.
De ha elítélem őt azzal, csinált is bajbosodolom. Az biztos. Most mondja meg, hogy az ügyész kudarcot vallott a bizonyítással kapcsolatban. Szóval a zsegyetét ad vádlotta. Hát sajnos így nem lehet megtudni, hogy melyik a gyilkos. Két tanú vagy a vádlott. Szóval megvan az esélye, hogyha akit megvédek, az a bűnös. De rossz, de ha kiderülne ez, akkor bizonyára bajban lennék. De sajnos nincs más bizonyíték, amit be tudna mutatni. Szóval meg akarja kérdezni, hogy műse vagy ártatlan. Most olyan helyzetben már, hogy nyerésre állok. Szóval már akkor nyerésre álltam, amikor bemutattam azt a Omnibusnál azt a vért. Már akkor álltam nyerésre. Szóval a következő a helyzet. Mindenki, bármiket is választom, ugyanaz lesz a helyzet. De hogyha kiderülne ilyenkor, hogy bűnös a... meggyilkolt, akkor az a Gina Lestrange is már börtönben lenne. Meggyilkolt pedig, de pedig már felakasztanák. De sajnos csak egy végkimenetel létezik itt, és sajnos máshogy nem lehet folytatni a negyedik epizódban, úgyhogy a következőkkel mondom. Sajnálom, Venzix, de máshogy nem lehet tovább jutni. Érkezni is alig bír. Jöjjön, hogy csak egy dolgot mondtam. Ezzel vádott a kis megnyugszik. Na, és el is folyasztod a borát. Halljátok, hogy kacag. Ha ilyesmi történik, akkor bizonyára... rossz döntés hozhatta, hogy megvédtem. Szóval itt már annak is megvan az esélye, hogy azt a vérzést azt direkt meghangsították, hogy kiderít, hogy megnyerhessem a pert. Úgy tűnik, Anika bizonyítani, hogy ezt a pert már elveszítettem volna. És... és Ziggs minden, hogy előben lett volna. Ha valaki nem cselekszik előtte.
Már itt meg akarja hozni. Még nem jelentettük ki azt, hogy a vér az igazi-e vagy hamis. Még nem tudjuk az igazságot se. Ha hamis volt az alapjel, akkor őt vádolják azért a hibáért. És felelősségre vonják. És a bíró nem tehet semmit. Igen, ez tényleg unfair. És ez van vele rosszabb, mint a farewell my turn about race. Bőnös lenne, akkor már legyen ki kéne, hogy végezzék. Az itteni részben a bőnös megérdemli a hal. De csak annyit tud mondani. Azt javasolja, hogy változtassák meg a törvényt. Figyelmezteti. Ennek már rég vége. Magnus megkérdít. Bűnös. Na, ilyen tűzijáték fog létezni, ahányszor nem bős ide megjelenni. Hát melyek? Nagyon bírják elni, amit folyt. Az első kliens, akit megvédtem. Aki nem tudja, hogy jót tettünk-e vagy se. Igen, ez egy hosszú per volt. Én méghozzá nemzetközi területen. És az első győzelem. Gratulálni, de most volt-e értelme ennek? Gratulálni. Hát örülnünk kéne. A gond csak az. Az igazságon még nem tudtunk teljesen kideríteni. Nem volt időn gondolkodni. Ki volt a te? Még azt nem is tudjuk, ha volt a film. Amit már nem láthatok, az a búcsú pillanat lesz. Thank you.
Hát bizony, ez kitervelt dolog volt, ő bizonyára nekem adták azt az előtt. Azt már biztosra vehet, hogy bárki is ott van, felelős az egész. Vagyis ez tudásra könnyű volt számomra. Ez az is benne valahogy, tehát ezt az egész fejt kitervelte. Csak arra nem számolt, hogy nem lesz ügyvédje. Csak valami itt volt, nem vicces. Ez egy Gíneát ajánlana. Ilyen sokat nem tud elfogadni. Főleg, ami történt. Hát így mert kintem vagyok beegyezni. Igen, ebben. Nem mindig. Inkább nem is mondok semmit. Változás. Szóval a nyomozás miatt visszaküldik őt. Biztos meg akarják vizsgálni az Omnibus még egyszer. De valamit azt akarják, hogy legyen ott. Ezek az utolsó szavai. De csinálj, még itt maradt. És megtölti a fegyverét. Miért nem mozdulja? De tennéd azt a fegyvert? Így felnőtt vagy. Utálja a felnőtteket. De valaki megijeszti. Ki? Magával akar húzolni a csajt. De neki is van fegyvere. Szóval játszani a csajra. Inventor. Vissza akarja küldeni a laborba. Hogy bocsánatot kérjen a technikus oldalától. És sose hallgat felnőttekre. És fegyvergeti, hogy jöjjön be. Szóval ez csak próbálja összeztíteni. Csak később tudjuk meg a nevét.
De most hová megyünk? Elfejtették, hogy nem tudják, hogy hová megyünk. És nem találtak helyet, ahol maradhatnak. Mindegy cuccuk a végrehajtónál van. Hát most szerintem nincs valami nagy szerencsénk. Van terve. És egy balban tölteni az éjszakát. Meggyérjük balban. Hát de hát megfogynál, biztos. Kezdi megbánni, hogy nem fogadta az 1000 gínél. Már lenne szobájuk akkor. De nincs biztos, hogy megérdemelte volna. De ennek durva vége lesz. És mindez az jött tömegtől, per botrányos volt. Az omnibus elégett. How did this happen? I don't know, sir. By the time I got here, it was already engulfed. No one was supposed to be allowed in here before we started investigating. Valaki bezártak oda. És most ott ég. Ez a bírót is sokkolja, de az ügyész nem nagyon. Csak később tudjuk, hogy meg hogy ez miért történt. Vége. Végre! Elkosztó sigeretet ez is. Legközelebb The Adventure of the Cloudy Kokoro-val folytatjuk. Úgyhogy ha tetszett, de feliratkozni. És a negyedik epizóddal folytatjuk hamarosan. A jelírás kiállás 8 még várhat egyelőre. Úgyhogy sziasztok!